pedig hát én nem vagyok egy ilyen extra kinézetű nő, hogy túl szép, hogy elvonod az operatőr munkájáról a figyelmet, és akkor holnaptól nem kellett mennem. Muszáj vagyok megkérdezni, hogy a volt férjed a TV2 híradósa. Amikor őt nézed, akkor mit gondolsz? Nem lehet erről úgy beszélni, hogy ne az a gomb kapcsoljon be, hogy ő az életemnek egy nagyon markáns részének a része volt. A szereplője volt. Szóval megvan a véleményem. Az van ilyenkor bennem, hogy biztos senki nem fogja megnézni velem az internetet. Erre ne vegyél mérget! Köszönjük az Allianznak, hogy új elektromos autó biztosításával támogatja utunkat. Sziasztok, üdv mindenkinek! Mai vendégemet szerintem sem a tévénézőknek, sem a YouTube nézőknek nem kell bemutatnom, hiszen ott van már a szemünk előtt legalább 20 éve, de már a YouTube-on is legalább 5. Tatár Csilláért jöttem, megkeresem. Sziasztok! Van Hello. Már hangotok, vagy nem kell hang? Van hang. Ja, jó, akkor fáradjatok be. Ez már az? Ez is az én hangom. Ez már az? Ja, Hello! Ó, baba is van. Baba is van, mert hogy ő a Réka, ő pedig a Rékának a párja, és innen mennek vissza végre. Igen. Innen mennek magyarulni, ez pedig a helyszín, ahol ugye forgattuk az újságot. Itt megállt az idő. Ugye? Igen. Érzed a rántott hús szagát? Mindig mondtam, hogy amikor belépek ide, akkor így érzem. Nagy lakás. Az, ami a rántott hús szaga. Nekem a nagy lakás szaga a rántott hús. De bocsánat, nem akarlak megsérteni, de mit keresel te itt? Hát azt kerestük mi itt, hogy a Rékával mi így összebútoroztunk jó sok időre, és forgattunk egy közös sorozatot, amire elszentem adásba kerül, addigra már az is adásba kerül, ami tulajdonképpen női életutakat és a női önmegvalósítást, a kitörést, a saját utat szimbolizálja a cipőkön keresztül. Tehát a cipő a szimbóluma a bizonyos élethelyzeteknek, ami ahhoz segítette hozzá a nőket, hogy azzá váljanak, akik. Ugye a női erőt egy picit így becsomagoltuk egy cipős dobozba. Megcsináltunk a Rékával egy közös cipőkollekciót, hogy azt tudom, az is lehet. Vagyis hát, hogy hallottam, hogy van valami történik, meg hogy neked most, te most Réka, ugye a babázás után te most... Most hát ugye elkezdtél megint látszani. Igen, de dolgozni nem. Tehát azt gondoltam, hogy jó, majd leállok, és akkor majd babázok, nem tudom, hogy fél évig biztos nem dolgozom, és hát... Nyilván vállalkozóként ezt nem tudod megcsinálni, úgyhogy végig dolgoztam. Nem, úgyhogy végig dolgoztam, csak most amit ideig csináltam titokban, az most kezd el látszani. Na hát hajrá! Menjünk, és köszönjük, hogy feljöttetek ide. Köszönjük, hogy feljöhettünk. Nagyon szép ez az autó. Köszönöm. Jézusom, milyen visszatillantó tükre van. Virtuális tükör, kérlek szépen. Igen. Te vagy az első, akivel ebben a kocsiban forgatok. De nem volt nehéz ezt megszokni, hogy... Még szokom. De jó lesz. Nyugi. De jó. Amúgy képzeld el, hogy rájöttem, hogy én nem szeretek interjút adni. Remek. Most jöttél el, mielőtt velem találkoztál? De nem azért, mert hogy nagyon annyira örültem, hogy elhívtál, csak így rám jött egy ilyen szorongató érzés, mély meglepő. Igen. És így megfogalmaztam magamba, mert rettenetesen izgultam tegnap este, mondom, mi a... Nem. De hát ismerjük egymást, iszonyat régóta. Igen, de hogy a helyzettől, hogy olyan biztonságot ad nekem, amikor én kérdezek, és amikor engem kérdeznek, meg magamról kell beszélni, az nekem nagyon nehezen megy. De hát annyi interjút adtál, annyit beszéltél magadról. Egyébként egy időben. Hát, hogy miről beszéltem egy időben, annyira nem magamról, hanem csupa érdektelen sztoriról szerintem. De így az elmúlt három évben így húztam egy vonalat, és nem nagyon adtam interjút amúgy. Tehát bulvárnak egyáltalán nem, és azt hiszem volt 2 darab nőklapi interjúm, és így ennyi. Tehát csak nagyobbakat beszélgetsz. Hát, hogy nem csak, hogy nagyobbakat, hanem olyanokat, akik arra is kíváncsiak, ami engem érdekel. Mert olyan fölöslegesnek tartanám olyanokról beszélni, amik már nem érdekelnek, meg ami igazából csak egy nagyon szűk rétegnek az érdeklődését szolgálja ki.
És abban sem vagyok biztos, hogy ők érdeklődnek egyébként iránta. Ezen gondolkodtam, hogy amikor a Mimi megszületett, utána volt még egy nagy utolsó interjú, ami egy ilyen nagyon furcsán sikerült a végére, mert ott benne voltam egy ilyen szerződéses szituba a Sztori magazinnál. Igen, hogy... És akkor az volt az utolsó, de már az sem úgy, szóval, hogy ott van. Már esett jól. Hát ott... Figyelj, ott konkrétan ugye az volt, hogy amikor terhes lettem a Mimóval, akkor még így tényleg nagyon más volt akkor is az életem, meg tényleg még a személyiségem is. Uh-huh. Akkor azt tűnt jó ötletnek, hogy amúgy sem vagyok egy ilyen nagyon kitárulkozó típus, hogy legyen egy újsággal egy szerződésem egy évre, és akkor csak 3 interjút adok abban az egy évben annak az újságnak, és akkor mindenki más békén hagy. Tudod, nincs ez a trakta, hogy fiú, lány, mikor szülsz, mennyit hisztál, férjed mit szól, mennyire vagy nőies, mennyire nem vagy nőies, dolgozol, nem dolgozol, a karriered, de fontos a gyerek, fontos, tehát, hogy ezek azok a dolgok, szokásos, amikről már egyáltalán nem akartam beszélni, hát mondom, ebből mi baj lehet. És egyébként, még ahogy elmondtam, hogy terhes vagyok, még jól is esett, utána békén hagytak, mert feltettem a kezemet, hogy bors, de nekem szerződésem van a kiadóval, úgyhogy csak ez egy ilyen hivatkozási alapként tud akkor szolgálni a... Igen, és akkor megszületett a Mimi, és még ugye benn volt a fiókban egy interjú a születésről, és... És ott éreztél valamit? Na, éreztem, hogy én ezt nem akarom. És az volt, hogy mondtam, hogy akkor legyen az, hogy az én barátnőm eljön és csinál fotókat rólunk, és én megírom. Már olyan értelemben, hogy megírom, hogy én mit mondanék, nem akarok interjút adni, nem kivagyiságból, csak egyszerűen nem esik jól azokról a dolgokról beszélni már, amiről egyébként tudom, hogy kell ilyenkor beszélni. Egyszerűen valamilyen érthetetlen módon átkattant. Úgy éreztem, hogy ez annyira privát zónám. Előtte nem éreztem érdekes. Igen, ez azért is érdekes, hogy mert hogy te nagyon szerettél volna műsorvezető lenni. Tehát neked ez volt az álmod. De azt szeretem is, a mai napig. Csak hogy azt azért tudni kell, hogy azért te egy, érted, hogy intelligens vagy, olvasott vagy, látod, hogy működik a média, tudod, igen, hogy ez úgy működik, hogy itt van azért nyomás az emberen, főleg, hogyha kereskedelmi tévében dolgozik. Igen. És te sokáig ott dolgoztál. A tévés karriered, az intézményes tévés karriered nagy részében. És ott igenis van nyomás, hogy meg az ember tudja azt, hogy hát a népszerűségből épülnek a feladatok, abból jönnek a lehetőségek, mit tudom én, pénz, igen, státusz, és a többi, és a többi. és ugye egy ideig ez... És azt így érted, amikor a rólad beszélgettünk mostan, vagy beszélgetek mielőtt jöttem veled találkozni, hogy ezt így tudva-e volt rólad, hogy te ezt szeretnéd, ambiciózus vagy, kimondottad, tehát nem próbálod elhazudni, hogy nekem ez nem fontos, hanem igen, nekem fontos, hogy szerepeljek, és ezért... Igen, de más volt, tehát hogy másképp volt fontos, és másképp most is. Ez nekem egy gyerekkori álmom volt, hogy amikor kicsiként néztem az Acél Annát, ezt sokszor elmondtam a tévében, amikor reggelente mentünk suliba, nálunk be volt kapcsolva, igen, a napkelte 6-7 éves koromban, egyszerűen lenyűgöző volt, hogy tőle tudunk meg mindent, hogy olyan szépen beszél, hogy informálja az embereket, és én biztos voltam benne, hogy én ezt szeretném csinálni, annélkül, hogy tudtam volna, hogy valójában ez mit jelent, hogy ő most sugógépről olvas, megjegyzi. Én azt hittem, hogy ők ezeket megjegyzik, és így próbáltam így szinkronban utána mondani, hogy vajon én mennyit tudok ebből elmondani fejből 6 évesen. Számomra teljesen érthetetlen háborús híreket utószinkronizáltam, és akkor mondjuk 6 mondat után elakadtam, de úgy éreztem, hogy fú, ez nagyon jó, és mindenki nézi őket, és ezek az emberek mindent tudnak. De nekem nem az volt soha fontos, hogy mint felület látszódjak, hanem hogy tudjak valami olyat mondani, ami leköti az embereket, és ami miatt figyelnek rám. És nyilván ennek életkori sajátosság okán is fontos részévé vált egy időben, hogy most akkor hogy nézek ki, hogy milyen visszacsatolást kapok a világtól, de sokkal fontosabb volt nekem az, hogy a mondandómra meg a munkámra milyen visszacsatolást kapok, mint egyébként a kinézetemre, de ez a kettő elválaszthatatlan volt egymástól. Persze, főleg a kereskedelmi tévében, pláne ha nő vagyok. De én azért nagyon küzdöttem azzal, hogy engem komolyan vegyenek, és egy pillanatig nem. Én nagyon sokáig egyébként nem mondtam el, hogy szeretnék műsort vezetni, pont emiatt. Tehát én nem úgy mentem a TV2-höz, a Lagzi Lajcsi rócsójába először dolgozni. Ott dolgoztál először? Hát először a Duna TV-ben volt egy Hungarika Literáta nevezetű műsor, ahol ilyen verseket elemeztem 13 évesen, és a Lagzi Lajcsi rócsójában dolgoztam először, igen. Akkor is, de ez mekkorát ment akkor? A Báridó, hát az a legnagyobb műsor volt annak idején. Hát zseniális. Már a Jimmy sorozat óta
is tudjuk, hogy... Igen, és én nagyon élveztem. Mentünk az országba, mentem a riporterek mellett, mm-hmm. nevezett vox popokat csinálni, ja, interjúkat. Az utca hangja, ugye? Az utca hangja, jöttek a sztárok a színpadra, és akkor még ilyen híradós anyagok készültek a Dáridóból, szóval, hogy ez nem nagyon jó volt. És aztán ott onnan elküldtek, és... Miért küldtek el onnan? Hát képzeld el, az volt a mondat, amit egyébként megüzent nekem, akkor egyébként vagy a Lajcsi, vagy az ő embere, nem tudom, pedig hát én nem vagyok egy ilyen extra kinézetű nő, hogy túl szép, hogy elvonod az operatőr munkájáról a figyelmet, tessék. És akkor holnaptól nem kellett mennem. Ez elhangzott ez a mondat, ez hogy elhangzott. Túl szép vagy, és ezért ne gyere a... Emlékszem rá, hogy ott zokogtam, a Ferihegyi utas terminál, egyes terminálján dolgoztam akkor, asszisztensként azért, hogy normális pénzt keressek, mert ugye ezért a gyakornokoknak akkor nem fizettek. És aki engem akkor felhívott, ővel a mai napig munkakapcsolatban vagyok, mert egyébként furcsa módon, ő amúgy később ugye az ATV-nél dolgozott, és újra így összekerültünk. És ott sírtam a klotyóban, hogy hát ezt nem hiszem el, hogy ilyen megtörténhet, és megtörtént. Úgy, hogy mondom, én nem szóval, hogy egyrészt nem vagyok egy ilyen extra kinézetű nő, másrészt meg sosem éltem nem tudom, tehát modellként. Tehát, hogy nem arról volt, hogy ez tényleg egy ilyen váó. A jó ég tudja, tehát, hogy volt ennek egy ilyen rossz eleje, csak aztán utána elindult az aktív, és akkor a Barna Gyuriék kerestek embereket, én meg akkor mondtam, hogy juhú, innen nem küldtek el, akkor menjünk. És akkor elkezdtem riporterként, vagy hát gyakornokként dolgozni, aztán így szépen lassan épült ez a dolog, és nagyon sokára, tehát én már csak akkor mondtam el, hogy nekem ilyen ambícióim vannak, amikor már legitim volt a jelenlétem a szerkesztőségben, pont amiatt, hogy ne kérdőjelezzék meg, hogy engem ez a szakma érdekel, tehát én nem mutogatni akarom magamat, hanem én szeretem ezt a szakmát, meg akarom tanulni, és jól akarom csinálni. Amikor érezted úgy, hogy legitim a jelenléted? Mitől éreztette azt úgy? Igazából szerintem ezt nem a szakmai múltam, vagy az eltöltött évtizedek után, mert most már ez két évtizede érzem, hanem a korom miatt amúgy tényleg. Mm-hmm. Tehát, hogy nekem ez a mai napig egyfajta ilyen kérdés, meg kétség volt, hogy vajon azt gondolják-e rólam a szakmában, mint amit szeretném, hogy gondoljanak rólam. Az emberek is vajon azt gondolják-e rólam, amit szeretném, hogy gondoljanak rólam, és én eleve egy ilyen nagyon megkérdőjelező alkat vagyok, mm-hmm. tehát hogy időről időre mindig megkérdőjelezem saját magamat, a döntéseimet, ugye a világ történéseit, és... De mit szerettél volna, hogy gondoljanak rólad? Hát azt, hogy egy jó szakember, tudod, uh-huh. aki szorgalmas, aki megérdemli azt, amit éppen csinál, vagy azt a pozíciót, amiben éppen van, hogy tehetségesnek tartsák. Tehát, hogy nagyon szerettem volna, hogyha komolyan vesznek. Tehát, hogy igazából ez volt nekem a nagy küzdés, hogy vegyenek komolyan. De nem volt... Ha tényleg 20 évvel ezelőtt egy hosszú szőkehajú lány volt, tehát nem volt ez annyira sima ügy. Ez a komolyan bevés. De szerintem az mindenképpen érdekes, mert nem csak egy tévében, hanem bármilyen rendszerben érdekes, hogy bekerül az ember egy munkahelyre, hogy önmagát hova pozícionálja, egyáltalán mennyire hiszi el azt, akivé válni akar. Mennyire adod meg, tehát mennyire internalizálod, tudod, ezeket a gátlásokat, az impostor szindróma, ezért nagyon sok mindent felvet, és azért a mi szakmámban nagyon sok lányt, nőt látok én is. Én is ilyen vagyok, tehát, hogy én ezt értem, amit mondasz, tényleg. Tehát, hogy... Hát én soha nem hittem el magamat, tehát, hogy nekem ez egy, a mai napig nem. Onnantól kezdett el ez egy kicsit jobb lenni, hogy mondjuk elkezdtem 20x évesen az Almási Kittihez járni először még. A terápiába kezdtem Terápiára, járni. Igen. Nyilván nem emiatt, hogy jaj, nem szeretném elhinni magamat, hanem tök más miatt kerestem fel, és akkor kezdtük el a közös munkát. Szóval nekem ez soha nem ment, de szerintem ez az van, hogy akik akkor nőttek fel, amikor én felnőttem, tehát mondjuk így a 90-es évek elején voltak, 89-90-ben mentem elsőbe, és ugye abban az iskola rendszerben szocializálódtak, és az életüknek egy nagy részét ugye az iskolában töltötték, ahol nem azokat a feedbackeket kapták meg, amit most a mi gyerekeink, hogy keressük meg, hogy miben vagy a jó, és abban támogassunk. Jó esetben, igen. Hanem egyrészt ne kérdezz vissza, tehát, hogy ez nekem nagyon markáns élményem az iskolai közegemben. Ne legyél egyáltalán másmilyen, ne lógj
kerüljél ki a sorból, és van egy valami, amit tudnod kell, ez egyébként mindig a valamilyen reálvonal volt, ha te abban nem vagy jó, akkor tök hülye vagy. Na hát, és én ez a kategória voltam. Tehát, hogy, és most a gyerekemen látom, aki ugyanolyan, mint én, és tök jól ismert. A nagyobbik, aki már iskolás, hogy mindenre van egy kérdés, tehát nála nincs az, hogy mondok valamit, és akkor az van, azt meg kell beszélni, ezt meg kell érteni, hogy ez miért van. És én ugyanilyen voltam. Aha, tehát hogy azért benned volt egy ilyen egy belső igény az a mindenkori rendszer megkérdőjelezés. Igen, ez így van, és azt látom, hogy emberek... Tehát lázadó gyerek voltál. Abszolút, abszolút. És azért mondjuk, egy kicsit beszélgessünk erről a gyerekkorról, mert hogy ez nem volt egy feltétlenül, tehát nem egy ilyen kipárnázott, buborékfóliázott indulást kell elképzelni, tehát Havannan akkor telepre születtél. Igen, ezt szoktam mondani, hogy állítólag egyébként Habony Árpád is ott született, és hogyha kell valami hasonlóságot keresnünk egymás között, én egyébként között, akkor... ezt adom. Nem az, hogy ő is ismeri, tehát hogy azt, hogy én az embereket ilyen, ő is marha jól ismeri szerintem az embereket, nem ismeretem. Szociális érzékenység, empátiája feltétlenül onnan ezt. Tehát, hogy ez az ad valamit, amit utána így ki úgy, de tud hasznosítani. Impostor szindrómát is hozott magával, mint csak úgy, mint. Na jó, igen. Tehát, hogy ott nőttem fel, de nem a panelban, hanem ezt úgy, egyébként ezt majd fogják kis látni szerintem, akik majd így az én oldalaimat is nézik, mert pont most forgattunk ott. Tehát úgy volt, hogy volt a Havanna lakótelep, a Havanna 9-el szemben volt egy ilyen kockaház, egy sorház a lakótelep közepén, és mi ott laktunk 20 évig. És hát az nem az én családi közegem bizonyos értelemben kipárnázott volt, mert halálosan normális családban nőttem fel. Tehát maga a kis mikroközösséged az igen, tehát működött. Anyuka, apa, szüleid mivel kutya, macska. Hát igen, tehát, hogy viszonylag normális, tök normálisak, én nem voltam normális ebben a közegben, mert az apukám, hogy valamennyire ismersz engem, tehát, hogy így kontextusba helyezve így majd fogod érteni, hogy miért is nem értettek meg engem, tehát, hogy ő altábornagy, ő tűzoltó altábornagy, ő volt a repülőtérnek a parancsnoka nagyon sokáig. A Ferihegyinek? A Ferihegyinek, igen. Tehát akkor ezért dolgoztál te a Ferihegyen? Nekem a Ferihegyen? Igen, az egy ilyen természetes közegem volt, tehát, hogy ezt nagyon imádom a mai napig a reptereknek a hangulatát. Utána pedig a katasztrófavédelemnek lett a főigazgatója, tehát hogy ő tábornok. Jó, akkor ő ilyen aláfelé rendeltségi rendszerekben gondolkozik. Hát meg ilyen nagyon, tehát egy ilyen, igen, tehát hát hogy úgy, az van, tehát hogy igen. Igen, vonalas. Igen, de egyébként egy végtelenül puha lelkű, jó ember, csak hogy ez az így megadja a keretét. Az anyukám meg könyvvizsgáló, az öcsém meg programozó matematikus, és akkor lettem... Mindenki rendszerekben tehát, hogy ilyen... Én meg marha szépen mondtam verseket. Te meg voltál a versmondolány. Én voltam a versmondolány, köszi. Szóval, hogy... És ezt nem vették komolyan ezt az ambíciódat? Vagy ezt miért mondod? Hát ebben abban a rendszerben mi az ambíció? Tudod, ez egy ilyen hülye dolog, hogy akkor a tanárok is azt várják el tőled, hogy legyen valami kézzel fogható, az életben később hasznosítható tudásod. Na most, drága lányom, az, hogy te szépen kielemzel egy verset, meg szépen elmondod, azzal te mi... Azt jó, de miből fogsz megélni? Miből lesz nyugdíja, miből tudod? Lesz nyugdíja? Hogy ezzel mit lehet ezzel kezdeni? És ebben van valami. Nem is lesz nyugdíjam, de nem ezért. Szóval, hogy azért ez egy nehéz ügy volt mindenféle szempontból akkor. Szerintem mindenkinek, aki egy kicsit ilyen művészi beállítottsági vagy érzékenyebb lelkű. És ráadásul én már akkor is feltettem a kérdéseket, amikor ott gyötörtek, hogy tehát ez itt a nem én gyökkettő, mondom, nem én nekem, ezt miért kell tudni, soha nem fogom használni, mert tudni kell. Rendes ember legyél, tudni kell, hát fogalmam nem volt erről az egészről nyilvánvalóan. Kamaszkorodban, akkor neked eléggé keményen ment a lázadás is, nem? Nem csak kamaszkoromban, hanem szerintem én a... ugye 6 évesen volt ezt, anyám, még ezt ne nézzétek meg, mert ki vannak, hogy mindig elmondom ezeket a sztorikat, de ugye 6 évesen szöktem el először otthonról, tehát az volt az első ilyen elszökési kísérletem, amikor beköltöztünk egy liftaknába a barátnőmmel, és akkor olyan, tehát olyan izgalmas volt, olyan... Egy működő liftaknába? Mert az nem, úgy tényleg izgalmas. Nem működött, és így emlékszem, tehát tudod, így megvannak ilyen kis foszlányok a sztoriból, hogy gondolkodtam, hogy levágjam a hajamat, ne vágjam el, hogy ne találjanak meg. Tehát mégis olyan szép a hajam, csak ne vágom le. Uh-huh. És emlékszem rá, hogy a legnagyobb problémám aztán egy ponton túl az volt, hogy most ha nem találnak meg, egy pénteki nap van, és én nem fogom látni a Dallast. Tehát biztos, hogy jó ötlet volt, hogy elszöktem, hogy ilyen jó ez ötlet. Ez Jockey Ewing a nélkülem. Igen. És velem Jockey Ewing nélkülem. Aztán utána megtaláltak, igen, nem volt Dallas aznap, tehát hogy minden volt, csak Dallas, nem? Tehát hogy az volt az első ilyen, nem tudom, ilyen, engem nem ért meg senki, és
figyeljünk erre oda is, majd most én most valami nagyon más csinálok, mint amit elvár tőlem a világ. Tehát ez volt az ilyen, az első ilyen dolog. Hát aztán utána meg így 13 éves koromtól, meg ami a csövön kifér, de nem olyan értelemben, mint hogy most így mindenki elsőre gondolja, nem voltam drogfogyasztó, nem alkoholizált, mert azért az egészségemre mindig figyeltem, tehát én akkor is úsztam, edzettem, nem maradtam teli magamat, hanem egyszerűen most csak... Van, ezt látom, nagyon. Ez már az életközepi válság, gondolom, majd ide is eljutunk. Ez egy egyelőre... Hát attól függ, mennyire bőven meséled az életedet. Na, hát lehagytuk a látogatás, így kicsit így meghosszabbítja. Hát, hogyha sikerül a... elkerülni a lezárásukat, közben lehagytok a stábot, de nem baj, mert itt úgyis megfog a piros lámpa. Azon gondolkozom, hogy te egyszerre voltál jó kislány és rossz kislány. Igen. És szerintem az életed sztoria, de javíts ki a tévedek, az, hogy ez a kettő így folyamatos szkanderban van benned. Igen. Nem? Tehát, hogy most akkor én ki vagyok, akkor most én akarok is lázadni, de közben meg is akarok felelni, és ilyen szorongok, de közben menjetek a francba, és nem érdekel, de közben rohadtul érdekel, hogy mit mondtak, de közben leszarom. Szóval, Isten, hogy... rengeteg pénzt fizetek a pszichológusomnak, hogy ezeket megfogalmazzam, úgyhogy kösz, hogy ezt most ingyen így. És még el is viszlek dolgozni. És még el is viszel dolgozni, igen. Ez egy nagyon jó dolgod van. Fullos a szerviz, és itt most viszont majd megint félrehúzodom, mert lehagytam a stábot ügyesen. Igen, ez valóban így, ez egy ilyen, tök jól megfogalmaztad, ez így. Na, szóval, hogy igen, tehát van benned egy ilyen belső viaskodás, ami egyrészt nagyon izgalmas, mert nyilván sokfélévé tesz, de ez egy komoly szorongás szintet, meg feszültség szintet okozhat. Igen, és az van, hogy szerintem erre, ez és ezt megint csak így a gyerekeimen keresztül látom, hogy erre születni kell, szóval, hogy az ember ezt kapja, ezt a személyiséget, és tök mindegy, milyen a környezete, az nem mindegy, hogy hogyan reagálnak a te cselekvéseidre, törekvéseidre, gondolataidra, de az, hogy milyen a személyiséged, az kb. Az első pillanatban, ahogy így jössze ott az anya amében. Az adottság, de ezért finom hangolni lehet, és hogyha jól hallom, itt te már 20 éves korban eljutottál terápiába, ami valamiféle nagyon komoly ilyen önreflexiós képességet jelez rólad. Tehát, hogy ezt valahonnan hozod, hogy valaki képes volt, valaki ezt megmutatta neked, hogy így is lehet élni, hogy nem feltétlenül csak sodródom. Abban, az nagyon félnék attól, ha sodródnom kéne. Tehát, hogy nekem muszáj, hogy megtartsam a kontrollt, hogy biztonságban érezzem magamat. Illetve ez érdekes, mert hogy nekem a barátaim is mindig olyanok voltak, akik óriás tükörtartók, és én is az vagyok. Tehát, hogy én nem tudok meglenni egy olyan közegben, ahol azt hallom, amit hallani akarok. Egyszerűen elunom magamat, meg olyan hazugnak, hamisnak érzem. Az lehet, hogy egyetértünk dolgokban, de hogy könyörgöm, hogy mondjátok el, hogyha másképp látjátok, és akarom is tudni, és arról beszéljünk, és az olyan jó energiákat szabadít fel. És én kerestem is valahogy ezeket a társaságokat. És mi az, amiben segített neked a terápia? Tehát mi az, amiben mondjuk tovább lendített, mondjuk az, ugye azt mondod, 25-30 éves korod között? Volt, hogy nagyjából szerintem ilyen 26-27 éves voltam, amikor a Kittihez elmentem, és emlékszem rá, hogy azon gondolkodtam, hogy most mit fogok mondani, mert tulajdonképpen nem tudom, hogy mi bajom van, csak azt érzem, hogy nem vagyok jól. És hát akkor úgy mindent elkezdtünk ugye feldolgozni, kidolgozni, aminek hát hosszú-hosszú évek után aztán ugye lett egy válás a vége. Igen? Tehát, hogy nyilván minden összefügg, de nagyon egybeesett az a kettő dolog, tehát annak a vége, a terápia lezárása és az én döntésem, hogy akkor annak a életemnek azt a igen hosszú szakaszát, azt a 10 éves szakaszát. A Gönczi Gábor felesége voltál. 9 év, igen. Tehát ez nem volt, 21 éves voltam, amikor megismerkedtünk, és 31, amikor elváltam tőle. Szóval, hogy ez egy hosszú idő volt. Már mit is kérdeztél? Hogy a terápia mit hozott az életedben, de akkor már tudom, hogy egy önmegtalálást, ami egy válásban is egyrésztről, manifestálódott. Igen. Egyrésztről, másrésztről meg nyilván nagyon sok kérdéssel, nagyon sok kérdést sikerült meg válaszolnom magamba, de hogy ez egy olyan dolog, hogy most újra járok terápiára, mert hogy ez nem egy ilyen meggyógyultam, mert hogy beteg voltam, mert nem, hanem egyszerűen az élet aztán utána hozott új helyzeteket, persze, új házasságot, gyerekeket, egy új világot, amiben szintén meg kell találnod a normalitásodat, vagy úgy így a helyedet, és ebben nekem nagyon, nagyon sokat tud segíteni az, hogy van egy ilyen egy ember, egy szakember, aki értő figyelem, beszélni, és nem a saját problémái mentén ad tanácsot, hanem szakemberként van mellettem, ez nekem nagyon sokat segít. Másfajta feleség vagy most? Hát szerintem tök más ember vagyok.
Tehát, hogy nem csak, hogy feleség, hanem teljesen más ember vagyok. Ez nem azt jelenti, hogy nekem nincs egy személyiségem, hanem egyszerűen szerintem az ember változik, mert ha nem változik, akkor mi az Istennel tölti el az életét? Tehát természetszerű, hogy változik. Tök másképp gondolkodom. Alapértékeimben nem. Miben vagy más? Nagyon... Például. Ami ebből elárulható, tehát hogy nyilván nem akarom, mert tudom, hogy a Balázs a férjed nagyon nem szereplős, és hogy már ez minőségében is egy teljesen más kapcsolatot eredményez, hogyha ugye ti a Gáborral két szereplős. Média személyiség, két szereplős, ez a Media Hungry, így mondják. Ugye, hogy két olyan ember volt, akinek nem áll, ez távol tőle. Most meg van egy ilyen... Hát igen, csak... Meg te is azért beleszelidültél egy sokkal civilebb jellegű életben. Igen, de hogy az van, hogy ugye annak idején, igen, két olyan ember volt egymás mellett, aki bizonyos értelemben szereplős, de hogy két tök különböző személyiség, tehát, hogy amíg én mindig azt hozom, és mindig azt mondom, hogy miért nem mondhatnám el azt, amit gondolok, miért nem mondhatnám el, ha szarul vagyok, miért ne beszélhetnék őszintén. Ezen a ponton muszáj vagyok megkérdezni, hogy a volt férjed a TV2 híradósa. Amikor őt nézed, akkor mit gondolsz? Tehát, hogy nézed-e meg, hogy mit gondolsz? Hát egyrészt senki biztos azt hiszik, hogy ez egy ilyen előre betanult szöveg, de hogy az van, hogy... Erről nem beszéltünk, hogy erről fogunk beszélni. Nincs, nem, hogy nincs. Erősen. Tehát, hogy nem nézünk tévét, mert hogy amióta megszülettek tehát, hogy gyerekek vannak, van tévénk a falon, de azon a Netflix meg a... Tehát streaming oldalakat. Tehát csak streaming oldalakat nézünk. Én csak podcastokat, meg YouTube-os műsorokat hallgatok a kocsiban, tehát, hogy amikor úton vagyok, mert otthon nem, és otthon nálunk mese megy én híreket. De tudod, hogy van a tények, tudod, hogy a Gábor a műsorvezető. Én úgy látom, tehát én úgy fogyasztok híreket, hogy megnézem a nem tudom, a Telex 444, Blik, nem tudom, tehát úgy átnézek mindent, Origót is, tehát hogy én nagyon szeretem azokat az oldalakat is átnézni, amik szöges ellentétben vannak azzal, amit én gondolok a világról, akár a működéséről, a jóságáról. Értem, szélesen merítesz. Tehát, hogy nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy akik másképpen gondolkodnak, milyen logika mentén gondolkodnak másképp. Ez egyébként szerintem a túléléshez kell, különben beleőrülsz, mert nem érted, hogy mi történik körülötted. És akkor ott látom mondjuk az Instagramon, meg a Facebookon, amikor feljönnek ugye hirdetésként, hogy mik történnek. Na, de hogy, és akkor mi van? Akkor mit érzed? Mégiscsak ismeret között volt, de nem tudom, tehát hogy ezt nem tudom elképzelni, hogy ez milyen lehet tényleg. Nem tudom, hogy erre... Az a baj, tudod, hogy bármit mondok, azt nem tudom úgy mondani, hogy egy hírolvas, egy hírfogyasztó, egy hírnéző, egy emberről, aki meg a híreket szolgáltatja, hanem a mi viszonyrendszerünkben én bármit mondok, akkor azt a volt férjemről mondom. Mm-hmm. És én 10 évig vele éltem. Szóval nem... Igen, éppen ezért nem érdekes ez, de... Tehát, hogy... Húzz egy határt, ha gondolom. Tehát, hogyha... Nem, meg azt is látom, hogy bekapcsolt benned az, hogy most bármit mondok, arról címlapból címlap lesz. Igen. Akarok én a riposztok meg az Origónak a címlapjára? Senkinek a címlapjára nem kell kerülni, ez nem az a műsor, de hogy oké, figyelj, tehát, hogy... Nem, csak ebben tényleg van egy ilyen abszolút lehetőség. Kérdeztem volna meg... Tehát, csak hogy mondod az igazságot, és egyszerűen annyira össze... És jön ez a két téma. Összejön, és nem véletlen nem dolgozom én semmilyen területen, de mondom, erről nem lehet erről úgy beszélni, hogy ne az a gomb kapcsoljon be, hogy ő az életemnek egy nagyon markáns részének a része volt. A szereplője volt. Szóval megvan a véleményem, és egyébként... ezt valószínűleg ő is tudja, hogy mi a véleményem, mert hogyha egyszer-egyszer összefutunk, vagy futottunk, akkor ez... Akkor ezt elmondod neki? Hát most így konkrétan, amióta ezek az ügyek vannak, így nem találkoztunk, de mondjuk 2 évvel ezelőttel kapcsolatban, tehát hogy így... Tehát igen, tehát volt már, hogy elmondtad neki. Hát így volt, igen. Nem a... Mindegy, tehát hogy nem feltétlenül a munkásságával kapcsolatban, hanem így a múltunkkal kapcsolatosan, tehát hogy nem szeretem, ha így tüske van bárkiben, vagy úgy valami úgy folytogat, és nem mondhatom ki. Nem mondom, szóval, hogy ez azért nehéz kérdés, mert nem, 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 nem,
nem az van, hogy akkor most mondd el a véleményedet erről meg erről. Persze, a véleményedet, senki nem egy mondd el a véleményedet a volt férjedről. Én ezt is elengedem, nem akarom, hogy folytogasson az, hogy erről beszélni kell, meg nem is tényleg, de csak be kéne egyébként gyakorolnom erre valamit, mert annyian megkérdezik csak. Hát mert ez egy tök releváns kérdés. Hát tudom, tényleg az. Persze, és tudom, hogy na. Szóval, hogy lapozzunk, beszéljünk a gyerekekről, jó? Jó. Kicsit. Mert hogy itt elejtetted azt, hogy a Milán nagyon hasonló hozzád. Igen. És azért ő már ilyen 7-8 évesen már így bontogatja a személyiségét rendesen kifelé. Tehát, igen, hogy már absztraktabb dolgokat is tud kommunikálni, meg stb. Szóval, hogy mennyire különbözik a két gyerek? És hogy viseled a minimét magad körül? Emlékszel, biztos mindenkinek mondták a szülei annak idején, hogy azt kívánom, hogy kapj egy olyan gyereket, mint amilyen te vagy, hogy nem tud, hogy milyen ez. Szóval... ez történt? Igen, csak hogy én egyébként örülök ennek, hogy kaptam egy olyan gyereket, mint amilyen én vagyok, mert ez nagyon sokat segít abban, hogy másképpen nézzek rá a kis Csillára, meg azokra a helyzetekre, amikbe belekerültem, mert hogy ugye mi van, arra már nem emlékszem, hogy milyen folyamat vezetett el odáig, hogy mondjuk berúgtam az ajtót, és rettenetesen összevesztem a szüleimmel, csak a reakciókra, hogy ők milyen igazságtalanok, és de most, mint egy ilyen drámajátékban látom az egészet, hogy ez honnan indul el. Tehát, hogy honnan indul el az, hogy az embernek így elönti a dű az agyát, milyen apró mondatokon ő hogy reagál rá. Tehát, hogy tényleg egy ilyen kopi az egész. Mint hogyha egy drámajátékban így újraélném a saját gyerekkoromat, csak most én vagyok az anyám, meg az apám, a kisfiam, meg mondjuk én. És ez elképesztően sokat lazít egyébként rajtam. A magad képviselétét, mert ugye te a végén aztán csak eljöttél a televízióból, igen, most már annak is 6-7 éve? Igen, szerintem igen, nagyjából ilyen 6 éve. Szóval, hogy te elkezdted magadat képviselni. Előtte volt ügynököd, menedzsered, stb. Tehát voltak körülött, ha más nem, akkor mondjuk volt a mindenkori televíziós munkáltatódnak PR osztálya, talent management szakemberei, stb. Aztán egyszer csak így kipottyantál a rendszerből, és ott álltál, hogy neked kellett letárgyalni mindent, és neked kellett utána elviselni a nemeket is, nem csak az igeneket. Mondjuk az nagy segítség volt, hogy ugye ezt én dönthettem el, hogy mást akarok csinálni, mert az, ami már ott van, meg azok a lehetőségek, amik adottak voltak, abban én már nem tudtam megtalálni magamat, mert hogy ott volt akkor még csak a Milán, aztán a Mimi, és egyszerűen volt egy ilyen dilemma, hogy én nagyon szeretnék jelen lenni a gyerekek életében, reggel elvinni őket, délután értük menni, de nagyon szeretném az anyagi függetlenségemet megtartani, a karrieremet továbbépíteni, tehát hogy se főállású anyaként nem tudtam magamat elképzelni, se főállású karrier csinálóként, és valahogy a kettő között próbáltam megtalálni a saját utamat, és ez lett az, hogy ugye eljöttem az MTVA-tól, és elkezdtem a saját vállalkozásaimat csinálni, ami hát nem könnyű, mert ugye, amit neked is mondtam, hogy az van, hogy elmegyek tárgyalni, és nincs egy ilyen őr köztünk, vagy aki egy tompítaná a nemeket, hanem ugye azt egyszerre kell jó zserunak, meg rossz zserunak lenni, én ezt így szoktam mondani, igen, és az nagyon nehéz. Igen, viszont nem találtam olyat, aki olyan jól tudná képviselni vagy olyan energiával, vagy elánnal, vagy annyi idővel az én projektjeim miatt, mint ahogy én magam. Úgyhogy ez... Szereted a kontrollt? Csilla. Ja, úgy látszik, hogy van némi bennem. Nem, bár egész jól viselett, hogy én vezetek, de igen. Szóval, hogy látszik az, hogy szereted kézben tartani a narratívát, hogy így mondjam. Igen, azt hiszem, hogy igen, de egyébként nem szar velem együtt dolgozni amúgy. Én szóval, hogy mondtam, így, hogy csak úgy hogy nem egy ilyen izé vagyok, hogy én megmondom, és az van. Tehát én nagyon szeretem a csapatmunkát, de tényleg az, hogy van egy irány, ami megszületik a fejemben, és akkor keresem rá az embereket, és mindig megtalálom azt a kis csapatot aktuálisan, akikkel együtt tudunk dolgozni, és ki tudunk dolgozni projekteket, és akkor mindenkinek megvan a feladata. Igen. Mert amikor felhívtanak, hogy jönnél a műsorba, akkor szarul voltál. Nagyon emlékszem, utána egy órát bőgtem a konyhakövön, miután beszéltünk. Valahogy, jaj, nem azért, hogy... Úgy, mert hogy azt mondtad, hogy örülsz. Örültem, igen. Csak és azt mondtad, hogy ez, nem, azt mondtad, hogy nagyon, most nagyon mélyen vagy, és hogy ez így, ez a telefonhívás, ez tök sokat jelent neked, mert hogy ez most így
talán kilendít ebből, de hogy ez nagyon jól rámutat arra, hogy ma pedig eltelt azóta mondjuk 2 hónap. Igen. És hogy ma viszont egy ilyen új projektnek az elejében néztünk bele itt a találkozásunkkor, tehát hogy ez az önálló lét, az önálló vállalkozói meg tartalomkészítői lét, ez pont ez a nagyon fönt és nagyon lent. Igen. De akkor már nem vagy egy ideje szarul, ezek szerint abból kijöttél. Nézd, ma jól vagyok, de nem ígérem, hogy holnap is jól leszek, szóval de egy nem. Holnap nem hozlak vagy, nem, hogy abszolút jól vagyok, tehát nem erről van szó, de az embernek vannak ilyen korszakai, hogy tehát lement, nagyon sok egy folyamatosan jöttek, tehát hogy pörögtek a projektek, és így tavaly májusban, nagyjából így a választások utántól, de ezt biztos te is érezted, lett egy ilyen fék a cégeknek a büdzséjében, megvágták hát háború... mindent. Infláció, háború, infláció, gazdasági válság, stb. Tehát nem van. Minden lett, és rengeteg projektünk állt bele a földbe, és közben nyilván nagyon sokféle dolog van, ami egyébként még paralel így megy, meg érlelődik, csak azok még így nem kanyarodtak rá a célvonalra, de hogy az egy ilyen nehéz, igen, az egy ilyen nehéz pillanat. Az nehéz pillanat, amikor így a sokadik prezentáció után is, meg a sokadik már mindjárt megvadunk után is az van, hogy nem veled van valami, nem a projekttel van a baj, nem, tehát hogy semmi nem baj, csak egyszerűen a piac ezt most nem tudja elbírni, nem tudja megfinanszírozni, és hát ugye sok nem tudom, tehát hogy tényleg így sok volt ez az egész, hogy úgy sínre rakni újra, hogy most 40 leszek, akkor most ez, szóval nekem így mindig látnom. De jó, hogy emlékeztetsz. Vagy hónap múlva. Idén vagy, de mindjárt 40 vagy, és esküszöm, hogy nem azért vártunk ilyen sokáig a meghívásoddal, hogy 40 éves légy. De hogy ez így jött ki, és ennek így kellett lennie szerintem. Igen, hogy azért van egy, tehát hogy azért tényleg nagyon sokat változtál. Igen. Én nem ismertük egymást nagyon annak idején, de hogy a tévés időszakunkban, de azért nagyon. Tehát, hogy én azt látom, hogy így... Na, szóval tényleg, amikor azt mondod, hogy más ember lettél, tényleg, ebben van valami? Hát ezt én is érzem magamon, szóval sok minden kellett. Kellettek a gyerekeim, kellett a Balázs, ez a nagyon ez a rengeteg dolog volt egyébként, ez csak ilyen long story short, mert ezzel nem szeretek hangzni, de nagyon sokat... Long story short. Ez igen. A TikTok oldalad. Ja, amit nem használok, igen. Jaj, tudom, azon én is tegnap posztoltam az első videómat. Iszonyú de meló. Azon Gálfi László van, és nem én. Na, én nem akarom magam felé fordítani a kamerát, nem akarom. Igen, tehát azt elkezdtem, de arra már így nincs időm, csak így megcsináltam. Mert csak a long story short, az annyira jó elnevezés. Hát igen, mert hogy tulajdonképpen, meg tök gyorsan meg lehetett vele vágni mindent, tehát mondom, akkor valamit csináljunk. Jó, szóval long story short. Szóval, hogy miután a Mimi megszületett, utána, ez nyilván sokkal később derült ki, mint amely egy évre rá lett, egy ilyen autoimmunizületi gyulladásom, ami ugye egy ilyen nagyon szemét dolog, mert hogy ugye okát, kiváltó okát nem tudott, kezelését, szóval hogy ezek ilyen alattomos folyamatok, de hogy a változáshoz az is hozzátartozott, hogy ez a dolog egyrészt ráirányította a figyelmemet valamire, ami Máté Gáborra egyrésztre, meg azokra a belső munkákra, amik egyszerűen nem megspórolhatók, meg az önmagamhoz való viszonyomat is tökre megváltoztatta. Szóval, hogy a mit bírsz el, mit kell elbírnod, el kell-e bírnod, kell-e viselned bizonyos dolgokat, ezt teljesen átkeretezte, és hát hál' Istennek egy olyan ember mellett vagyok, aki mellett ezeket így kiventilálhatom, meg olyan a környezetem, hogy a gyerekeim is. Tehát szóval, hogy ez egy ilyen fasz a dolog, csak hogy ez kellett hozzá, hogy így teljes legyen a kép. Szóval akkor 40-be úgy mész bele, hogy... Ha megünneplem most 39 évesen, hogy nehogy az legyen, mint a szilveszternél, hogy jól kell magam éreznem, tudod, és akkor így ráfeszülök, és nagyon szóval leszek. Úgyhogy a nagymamámnak a szülinapja május 8-án megünneplem a 40-et. 27-én, amikor meg 40 leszek, csak így rácsúszok. Jó. Hogy így felkelek, így szexárdom, majd elmegyünk egy ilyen agroturistáskodni, és akkor innom kell. És vége. Van vizet? Igen. Ja, van, jó. Igen, nyugodtan, csak mondom mindenkinek, hogy Csilla szegény allergiás. Szerintem sokan tudnak ezzel azonosulni. Nálunk is van a családban, úgyhogy jobbulás. Meg nagyon boldog születésnapot előre. Köszönöm. És hogy ez tök jó 40 évesnek lenni. Tényleg. Akkor mondd kezdődik. Még. Tényleg jó. Tehát, hogy valahogy van egy, annyi minden történt már veled, hát most itt, amit végig beszélgettünk, és ez még csak a töredéke volt, mert még lehetne
egy egész napon át folytatni, szóval, hogy, és ez mind valahogy szintetizálódik, és úgy beléd épül, és úgy segít tartani a gerincet. Ez tök jó. Ez jó, hogy mondod, mert Jakub Cseke pont ugyanerről, a Gabival erről beszélgettünk, ő azt mondta, hogy nagyon nehéz, szerintem 40 évesnek a legnehezebb lenni. Nem, nekem nagyon mondta, könnyű hogy volt, és jó. Nem. Hát kíváncsi ezekre. De hogy hát mindenkinek más az élet tapasztalat, vagy az élet. Igen, és minden abban hagyom, esküszöm, és lezáratod az interjút, csak úgy az a szar, hogy mindenki azt gondolja, hogy 40 évesnek azért rossz lenni, meg azért feszengnek rajta a nők, mert hogy nézel ki. Kurvára nem erről van szó, hogy most akkor 40 évesen soha nem voltam ennyire jól önmagammal, a testemmel, a kinézetemmel, tehát hogy nem, hanem minden más, amikor így rájössz, hogy oké, a gyerekiskolás, de ettől nem lesz könnyebb, mert edzés, vége van a sulinak, időre kell menni, a kicsi elkezdi az óvodát, ott akarsz lenni, de karriert is akarsz, a szakmád már nem olyan, már nem azt akarod, nem úgy akarod, újra kell hangolni, nem tudom, tehát hogy annyi minden be... Mindig lesz valami. Legyen is, csak... Tudjam előre, tudod. Mindig lesz valami. Azt nem tudod, hogy mi lesz, de azt nem tudom ígérni, de azt, hogy mindig lesz valami, az biztos, tehát hogy arra nem érdemes várni, hogy majd könnyebb lesz. Mert mindig lesz valami. De hogy erre egy rácsúszol, úgy, mint a 40-edikre, az úgy hidd el, hogy jó lesz tényleg. És hát annyi minden van, amit csinálsz, van az új műsor, vannak a projektjeid, szóval, hogy így nem az van, hogy úristen, itt állok, és nincs semmim, hanem van. Nem, hát van család, van gyerek, van munka, van egészség. Igen. És akkor még a táplálkozáson nem is beszéltünk, de azt nézzétek meg a Csillának az Instagram, mert hogy tök jókat csinálsz, tényleg, én is szoktam ezeket nézni. Igen. Úgyhogy most már csak az maradt, tehát muszáj, hogy lezárjam az interjút. Muszáj, úgyhogy csináljunk egy közös fotót. Jó. De szálljunk ki, mert olyan szép idő van. Na, köszönöm, Csilla. Én is nagyon köszönöm. Az van ilyenkor bennem, hogy biztos senki nem fogja megnézni velem az interjút. De ne vegyél mérget. Olyan régi traumák jöttek belőlem elő, amit azt gondoltam, hogy már rég magam mögött hagytam, és mégis hirtelen azt éreztem, hogy igen, azt elnyomtam. Az nem optimális, hogy pont amikor ők végeznek az iskolából, vodába, bölcsőjébe, akkor jövök én be ide dolgozni, mire hazaérek, lefeküdtek aludni. Ez nem jó. Ez megoldhat. És hogy ugorjátok ezt meg? Sehogy. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a VMN YouTube csatornájára.